Az amatőr felvételen tűzoltók húznak partra egy jégbe szakadt korcsolyázót a Kaposvárhoz közeli Deseda tavon vasárnap. A fuldokló korcsolyázót egy a kutyáját éppen arra sétáltató, reintegrációs őrizetben lévő férfi mentette ki a jeges vízből, majd az időközben a helyszínre érkező tűzoltók mindkettőjüket partra segítették. Mentek! Kurva, mentek. Ez pedig már a nyíregyházi bújtosító, ahol gyakorlat keretében sajátították el a jégről mentést a nyíregyházi, ibrányi és újfehértói tűzoltók. A tavon jelenleg 18 cm vastag a jég. A szimulációs gyakorlaton a tóba vágott légből különböző módszerekkel mentették ki a szakemberek a búvárruhába öltözött embert. Négyféle technikával mentették ki a feltételezett sérültet, így gumibelső, gumicsónak, gépezetes tolólétra, illetve egy olyan speciális módozatot is megtanulhattak a tűzoltók, illetve gyakorolhatták, amely úgynevezett dugólétra, amikor egy T-alakot kötnek két létrából, és ennek segítségével menték ki a sérültet a vízből. A szóvivő hozzátette, az elmúlt években Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nem volt olyan eset, amikor jeges vízből embert kellett volna kimenteni. Személyautó alatt már szakadt be a jég, ez az eset néhány évvel ezelőtt történt egy nagy kálló melletti tavon. A tűzoltóknak és a speciális mentőknek leginkább állatok mentése adott feladatot az utóbbi években. Gyakorlatilag ugye mire mi kiérünk, akkor arra személymentésről már ritkán van szó. Általában ezek a személyek már olyan szinten bajba jutottak, hogy már búvártechnikával szükséges hozzájuk kivonulni, illetve búvárfeladatokat hajtunk végre. De vannak egyéb speciális esetek, például kutya, vagy mint legutóbb egy hattyú, amelyik belefagyott a jégbe. Ezeknek a mentésénél az egyesület az, aki tevékenyen részt vesz. A szakemberek arra figyelmeztetnek, az országosan jelentős tavak és folyók felülete az elmúlt napok rendkívül hideg időjárása ellenére sem biztonságos. Bár a bújtosi tavon már lehet korcsolyázni, de itt sem árt az elővigyázatosság a jégre merészkedőknek.